Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mit szeretne közölni veled, ezt most megtekintjük ennél a jóslásnál. Itt ez a kártya utal az ő jelenlegi helyzetére. Az azt jelenti most, hogy vannak kihívások, nehézségek, védenie kell magát, ő fáradt, kimerült, és szüksége van a pihenésre, az alvásra. Megnézzük az ő múltját. Itt mutatják a képek. Valami fogva tartja őt a múltból, vagy valaki fogva tartja őt a múltból. Itt vannak találkozások, de ez számára kellemetlen, hiszen ez a kapcsolat fogva tartja őt, amiből ő szeretne kilépni, és itt látható a hamisság, ha megtekintjük az arcát ennek a boszorkánynak, akkor ez látható itt, hogy gonoszságok vannak, rossz indulat a háttérben, és pontosan ez a kapcsolat, amit ő le szeretne zárni. Mivel itt megjelenik a kasza, ez azt jelenti, ő elvágja a félelmeket, és lezárja ezt a kapcsolatot. És mit szeretne közölni veled? Itt látható az igazságtalanság, hiszen az egyiknek nagyon sok pénze van, gazdag, a másik kap ebből valamit, a harmadik figyeli az eseményeket, és nem kap semmit. És pontosan ez játszik itt nála szerepet, az igazságtalanságok, és ezt el fogja mondani, hiszen ez az, amit közöl veled. Az érzelmeit itt ez a kártya mutatja. A 10-es szám tulajdonképpen jelent egy új kezdetet. Viszont ez a kezdet nagyon nehéz, mert ő sok mindent cipel itt. Ezt le kellene zárni, ezektől a dolgoktól elbúcsúzni, hogy könnyebben menjen előre minden. És hogy hat rád ez a kapcsolat, vagy az, amit közöl veled, hogy tudnál reagálni erre, ezt mutatják a következő képek. Itt töpreng valamin, ami elszomorítja őt. Valószínű, hogy ez a múltjával áll összefüggésben, és erre utalnak itt ezek a kártyák. De van más gondolata is, az itt látható, amikor itt a háttérben, ezen a képen megjelenszte, az azt jelenti, ő gondol rád, vagy figyel téged, nézi a képedet, vagy figyel téged interneten keresztül, és látja a képeidet, ami következik a jövőben, ez látható itt, egy szerelmes pár, és szerencse a szerelmi élet területén, hiszen ő szeret téged, akkor is, ha még vannak problémái, és visszahúzódó, mert alszik, vagy áttalussza a lehetőségeket. Én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!